Kedves nézőink, a koronavírus hatással van a cégekre, vállalkozásokra, munkáltatókra és munkavállalókra, de a turizmusra és a vendéglátásra is. A mai esti mérlegben ezzel várjuk Önöket, tartsanak velünk! Ez a fehérvári optika néhány nap múlva már nem lesz nyitva. A koronavírus terjedése miatt úgy döntött a tulajdonos, hogy üzleteit határozatlan időre bezárja. Így alkalmazottai közös megegyezéssel fizetett szabadságra mennek. Figyelve a kormány rendelkezéseit, rendeleteit, illetve a környező országok, akik már előrébb haladnak a vírusban, az ő intézkedéseiket is figyelembe véve, mi csütörtöktől beszüntetjük a munkát, az üzleteinket bezárjuk, figyelembe véve a kollégáink és a pácienseink egészségvédelmét. Remélem, hogy ezzel hozzájárulunk ahhoz, hogy a vírus terjedését lassítani tudjuk. Hány üzletet érint ez, hány munkavállalót érint, és lehet-e már tudni, hogy meddig szükséges mondjuk ezt meghozni, ezt az intézkedést? 3 üzletünket zárjuk be, 13 fővel dolgozunk, 13-an dolgozunk. Az, hogy meddig tart, ezt előre nem tudom megmondani. Ilyenkor szabadságra küldi egyébként az alkalmazottakat, vagy mit lehet kitalálni erre a helyzetre? Közös megegyezéssel, teljes fizetéssel és szabadságra mennek a kollégák. Nem minden vállalkozó teheti meg azonban, hogy megtartja a munkatársait. Az egyik legnagyobb vesztesei a járványnak a vendéglátók, a hotelek üzemeltetői, a turisztikában érintettek. Ebben a hotelben is sorra mondják le a foglalásokat a vendégek. Azt hiszem, mi vagyunk az első áldozatai, gazdasági áldozatai a koronavírusnak. Kiemelten Fehérvár, hiszen Fehérvár a hétköznapokon teljes mértékben az üzleti turizmusra épül, főleg a külföldi üzleti turizmusra, úgyhogy mi már március elejétől érezhettük ennek hatását. A mi szállodánk speciális, mert nekünk elég sok belföldi vendégünk is van, akik wellnessre vagy családi pihenésre jönnek. Nekünk még az első hét az viszonylag már nem olyan volt érezhetően, de a belföldi vendégek érkezése egy kicsit enyhítette ezt. Sajnos napról napra romlik a helyzet, úgyhogy ma már ugye tartjuk a kapcsolatot az összes fehérvári szállodával. Van, aki már teljesen üres házzal megy, nekünk is hát zuhanásszerűen esett a foglaltságunk. Tényleg néhány szobával üzemel még mindenki, és folyamatosak a lemondások, tehát még nekünk ez a hétvége is úgy nézett ki, hogy lett volna 30 szobánk. Most úgy állunk, hogy 5, de valószínű sem fognak megérkezni. Hogyha mondjuk így az előző éveket nézzük, akkor ez mekkora visszaesés az előző évekhez képest? Az a baj, hogy napról napra nagyobb számot kell mondanom. Most már olyan 90%-ra teszem, de lehet, hogy 100% lesz. A március nekünk kiemelten nagyon erős hónapunk szállás szempontjából, tehát azért is rettentő a helyzet, mert például tavaly ez a harmadik legerősebb hónapunk volt, és rengeteg vendégünk volt, és mi tavaly márciusban 75% fölötti foglaltsággal mentünk egész hónapban. Most meg hónap végére talán 10-15%-ot érünk el, ez is az első hétnek köszönhetően. Mit lehet tenni ebben a helyzetben? Ha jól tudom, akkor levélben fordultak a polgármesterhez. Igen, hát nagyon hamar láttam a helyzetet, meg a többiek is, csak én azt gondoltam 26 év tapasztalattal, hogy valami azonnal intézkedést kell hozni, hogy érthető legyen. Éltünk már át válságot, izlandi vulkánt, szeptember 11-et, délszláv háborút, meg egyéb vírusokat. Most egy elég hasonlatot mondok, hogyha mondjuk a válság egy csöpögő csap volt, akkor ez most egy árvíz, gazdaságilag mindenképpen, és akkor még az egészségügyi vonatkozást nem beszéljük, vagy nem beszélünk róla. Miket lehet tenni? Nagyon sok olyan intézkedést bevezettünk rögtön. Első lépésünk volt, hogy polgármester úrhoz fordultunk közös levélben, ráadásul egy nagyon szűk határidővel, hiszen ezen a hétfőn volt a helyi adófizetési kötelezettsége mindenkinek, és szerencsére nagyon pozitívan, törvényi szabályozás szerint is ilyen esetben lehet halasztást vagy enyhítést kérni. Tudomásom szerint igazából az összes fehérvári szálloda közül egy, aki nem írta alá ezt a közös levelet, a többiek pedig éltek ezzel, vagy esetleg élni fognak a jövőben, hiszen lesz még fél év múlva is sajnos egy ugyanilyen kötelezettségünk, és ma azt látjuk, hogy lehet, hogy ez még fél év múlva sem fog visszaállni a régi kerékvágásba. Ugye ez egy dolog a helyi adó megfizetése, de a kormányhoz lehet-e fordulni segítségért, támogatásért? Nagyon várjuk a kormány segítségét. Ez az első pillanattól kezdve érezhető volt, hogy ez nem egy
néhány százalékos visszaesés. Felelős vállalkozóként mindenkinek kell képezni valamennyi tartalékot természetesen, és mi is így vagyunk vele. Valamennyi visszaesésre, akár egyik hónapról a másikra mindenki számít. Tegyük azt hozzá, hogy itt már olyan hatalmas verseny van, és a bérek olyan magasak az ágazatban is, mint ugye mindenhol, hogy akár egy 5-10 százalékos visszaesés is intézkedéseket vont volna maga után, és mi erre föl voltunk készülve. Arra nem vagyunk felkészülve, hogy egyik pillanatra a másikra nagyjából az árbevételünk megsemmisül, és van 40 állandó alkalmazottunk, emellett még több mint 10 kisegítő, nyugdíjas, részmunkaidőben dolgozó kollega. Első intézkedésünk az volt, a nyugdíjasok meg is értették, hogy egyelőre őket nem tudjuk hívni, illetve még akik pont szerződés előtt álltak, és alkalmi munkaviszonyban dolgoztak, őket sem. Most azokra a kollégákra kell koncentrálnunk, akik kiálltak mellettünk, az általunk hozott úgynevezett takarékossági intézkedéseket elfogadták, és próbálnak jönni dolgozni, de tényleg úgy, hogy hétről hétre, hát inkább napról napra, sőt most már mondhatom, hogy óráról órára változik a helyzet, hiszen mire mi kialakítottunk egy rövidített nyitvatartást, tegnap derült égből a villámcsapásként ért, hogy 3 óráig lehetünk nyitva, úgyhogy az ember mindig gondolkozik, meg előre próbál lépni. Mi konkrétan most a áru kiszállításon, és ételkiszállításon gondolkodunk. Ez jó hír azon vendégeinknek, akik évek óta kérdezik, hogy mi ezt miért nem csináljuk. Erre nekünk nem volt kapacitásunk eddig, viszont most van. És azért, hogy a dolgozóknak is tudjak valami biztatót adni, vagy mondani, ezért mi most elkezdünk ezen dolgozni. Valószínűleg a mai vagy a holnapi naptól el tudjuk ezt a szolgáltatásunkat indítani. Szeretném kihangsúlyozni, hogy nagyon várunk bármilyen állami segítséget, és ötletem is van rá, hogy mi lehet ez. Akár adókjárulékok elhalasztása, akár banki hitelek, nagyon sok vállalkozás banki hiteleket forgat maga előtt, hiszen abból fejlődik. Akár ezeknek a szüneteltetése, csökkentése, továbbütemezése, likviditási problémákkal fog küzdködni mindenki egy hónapon belül, vagy 2 hónapon belül, kinek mennyi tartaléka van. És hát azokra a kollégákra is gondolunk, akiket már elbocsátottak mások, mi még tartjuk magunkat, senkit nem küldtünk el. Nagyon szeretnénk ezt tartani, ez egy családi döntés, ugye mi családi vállalkozás vagyunk, de nem lehet ezt végtelenségig tartani, és arra is kell gondolni, hogy akik most elvesztik a munkájukat, ez görgeti tovább az egész gazdaságban. Tehát már látjuk, hogy az albérletet nehéz lesz nekik kifizetni, akár mindenkinél problémát jelenthet. Nekünk szerencsére van egy alapítványunk is, amihez a nagyon nagy bajba jutott kollégák fordulhatnak, de annak tartaléka is véges, úgyhogy tényleg azt várjuk, hogy bármilyen intézkedés egyszer csak elhangozzék, és ezt tudomásul tudjuk venni, vagy el tudjuk fogadni, és az alapján tudjunk újra tervezni. A gazdaság szereplőinek segítséget nyújt Székesfehérvár önkormányzata. Ez a város a gazdaságából fejlődő és működő város. Arról nem is beszél, hogy ez a gazdaság nem csak Székesfehérvár, hanem a környezet fejlődését is meghatározza. Sok 10 000 munkahelyet, tehát van egy nagy közös feladatunk és felelősségünk, hogy hogyan tudjuk ezt kezelni. Van már olyan szektor, ahol egyértelműen látszik, hogy szinte leállt az adott szektor gazdasági működése. A turisztika, az idegenforgalom értelemszerűen az, ráadásul most, amikor már beszélünk, akkor a bejelentésre került, hogy valamennyi határ lezárásra kerül, ez nyilván a turisztikát tovább fogja lassítani, vagy azt is mondhatjuk talán, hogy megállítani. Igen, meg tudom erősíteni, hogy a helyi szállodák megkerestek engem egy levélben, kérték ennek az adófizetési határidőnek a módosítását. Mi tájékoztattuk őket, hogy milyenre a jogi lehetőség, milyen módon, hogyan tudják ezt benyújtani. Egy esetileg egyedi jelleggel ezt megtették, és az adóhatóságunk az pedig folyamatosan bírálja el ezeket a kérelmeket. Mondjuk úgy, hogy pozitív hozzáállással állunk ezekhez. Azt gondolom, hogy ebben a helyzetben ez értelemszerűen elvárható az önkormányzattól. Emellett nézzük az egyéb szektorokat is már, hogy hol milyen módon lehet segíteni. Úgy látom és úgy érzékelem, hogy ezt az állam is már teszi, ez a gondolkodás ott elkezdődött, és nyilván mi alapvetően azokhoz az irányokhoz fogunk tudni majd csatlakozni, amit a kormányzat meghatároz.
Itt szerintem ma a legfontosabb, hogy ameddig lehet a gazdaság érdemben működni tudjon, ez mindenkinek az érdeke, és ezért is fontos, hogy az egészség megőrzése mellett minden ehhez kapcsolódó védekező mechanizmust el tudjunk indítani, az egyén felelősségétől a közösségnek a közös fellépéséig, hogy a gazdaságot működtetni tudjuk. Az egyértelmű, hogy várható lassulás, nem mindegy azért az sem, hogy ez milyen mértékű, és az sem mindegy, hogy amikor majd helyreáll mondjuk úgy, hogy a rend, akkor milyen módon és hogyan tud a gazdaság újra felpörögni. Szerintem átmeneti segítséget is kell tudnunk nyújtani, elsősorban azért, hogy a munkahelyek megmaradjanak, a béreket ki lehessen fizetni, és ezt követően pedig majd meg kell nézni, hogy hogyan lehet a gazdaságot újra lendületbe hozni. Tudjuk, hogy az elmúlt években ez nagyon jól teljesített a gazdaság, ez Székesfehérvárra is igaz volt, szerintem jelentős komoly tartalékok vannak, ezeket most meg kell kezdeni mobilizálni, és ez igaz az önkormányzatra is. Talán most nyer értelmet, hogy miért hangsúlyoztuk mi minden évben, hogy a mai világban föl kell készíteni a várost tartalékképzéssel is ilyen szituációkra. Nem mondom, hogy előre láttuk, mert sajnos ez ilyen képességünk nincsen, meg talán ezt senki nem látta előre, hogy ez pont egy vírus miatt fog bekövetkezni. Most nyilván az önkormányzatnak is van mihez nyúlni a tartalékok tekintetében. De nem titok, hogy éppen a holnapi nap folyamán már kifejezetten költségvetési kérdéseket tekintünk át. A mai nap tárgyaltunk az intézményeinkkel. Itt most nyilván a költségvetést is jelentősen módosítani kell, mind a bevételi előirányzatokat, mind pedig a kiadási oldalakat. A legszükségesebb kiadásokra fogunk csak költeni, valószínűleg a fejlesztéseket azt jelentősen korlátozni fogjuk, és most a legfontosabb maga a védekezés, maga az emberek egészsége és annak megőrzése, és emellett pedig a bérfizetésnek a garantálása, hiszen ezek szükségesek ahhoz, hogy ha a szükségképpen korlátozott életünkben a létfenntartásnak az alapvető dolgait az önkormányzat tudja biztosítani, nem elfelejtve, hogy mi is több ezer embernek adunk munkát hivatalban, intézményekben, cégeinken keresztül. Szerintem mindenki egyetért abból, hogy most a legfontosabb az ember, ez az egészség, és az egzisztencia oldalán egyaránt fontos. A kormány hétfői intézkedése értelmében többek között az éttermek, cukrászdák, kávézók minden nap 15 óráig tarthatnak nyitva. A helyzetük nekik sem egyszerű a járványhelyzetben. Jelenleg nálunk eléggé visszaesett a forgalom, ezért ügyeleti rendszerben tartunk nyitva, ami azt jelenti, hogy korábban nyitunk egy picivel, de 3-kor be kell zárnunk, ahogyan a rendelet meg is adja, hogy hogyan lehetünk nyitva. A vendégek száma sajnos látványosan csökkent, de érthető módon mindenki próbál vagy otthon maradni, vagy maximum kültérben tevékenykedni valamit, vagy maximum boltba elmegy. Ezért a cukrászdákat, a vendéglátóegységeket gondolom háttérbe fogják szorítani egyre jobban. Egyelőre a torta megrendelések élnek. Volt néhány visszamondás, de főként rendezvény, nyel kapcsolatos visszamondás. Szeretnénk majd a házhoz szállítást megvalósítani valahogyan, majd ezzel kapcsolatban még konzultálunk a vendégekkel is, hogy mennyire van rá igény, mert ingyen bérmentve nem tudjuk házhoz szállítani, de naponta egyszer teszünk egy kört, hogyha igény lesz rá. Máskülönben az elviteles részt ajánljuk, tehát hogy elvitelre vigyenek az emberek, hogy a beüléssel is kicsit csökkentsük a rizikót. Most a másik oldalt nézve, mennyire működik a alapanyagok beszerzése, meg egyáltalán a termékek elkészítése, ez nem akadozik egyelőre? Egyelőre nem, mert szerintem még abból gazdálkodnak a nagykerek, amit a határ lezárása előtt raktároztak fel, úgyhogy reméljük, hogy a következő egy-két hétben még tudunk rendelni termékeket, mármint alapanyagokat. Nem merek belegondolni abba, hogy mi lesz ezután, hogy mi lesz az alapanyagellátással. Abban bízom, hogy kicsit valahol majd mérséklődik, és akkor onnan megindul az áruszállítás, de hogyha ez továbbra is így marad, akkor biztos, hogy nem lesz. Tehát akkor valószínű, hogy be kell majd zárnunk alapanyaghiány miatt. Hogyha be kell zárni, mégiscsak meg kell, hogy kérdezzem. Most leszámítva azt, hogy akkor nyilván nem lesz mit árulni. Mi lesz az emberanyaggal? Tehát hogy lehet megtartani a munkaerőt ilyen helyzetben? Most az ügyeleti rendszerben úgy oldottuk meg, hogy szabadságolás van részben, és aki ügyeletben van, annak a munkaórát számoljuk, aki szabadságon van, annak a szabadságóráit, és addig, ameddig az első harmadéves szabadságokat fel nem használjuk, addig nincs gond, mert szépen felváltva tudnak a kollégák dolgozni.
hogy utána mi lesz, az megint csak kérdés. Mert igyekszünk azért megtartani a kollégákat, még akkor is, hogyha ha nagyon alapbért fogunk tudni biztosítani, de semmiképpen sem szeretnénk senkit célnak kereszteni, mert ha felélednek az emberek, meg a piac, akkor valószínű, hogy kell majd újra ember is, meg a termékek is. Mivel ettől a héttől otthon tanulnak a diákok, sok szülő nem tud munkába állni. Így van ez az egyik székesfehérvári nagyvállalatnál is. A termelés most még folyamatos. A hiányzásunk körülbelül egy olyan 15% körülre ugrott fel. Ez első körben annyit tesz, hogy a tavalyi év influenza, a sima influenza idején ez ilyen 20% körül volt. Én úgy gondolom, hogy első körben ez még fenntartható. A kérdés az itt a hosszában látom, hogy mennyi ideig kell így üzemelnünk, illetve milyen jogi szabály, vagy milyen olyan pénzügyi ellenszolgáltatást tudunk felkínálni az alkalmazottaink, akik otthon maradtak a családjainak. A napokban ezt szerintem nem csak mi, hanem az egész országban ez a legfontosabb téma, amit ki kell bontanunk, hogy hogyan tudjuk megteremteni ennek a döntésnek a hátterét. Természetesen felelős munkaadóként megteszünk mindent annak érdekében, hogy ennek eleget tegyünk, viszont az is egyértelmű célja az összes államnak, hogy maga a termelés nem tud megállni. Tehát addig, ameddig tudunk termelni, termelnünk kell, hiszen így állítjuk elő az értéket, és ebből tartja fönt egy állam magát. Ez a termelés az meddig fenntartható, illetve vannak-e legoptimálisabb, illetve legrosszabb opciók? Nézd, hogy meddig fenntartott egy termelés, erre azt szoktam az elmúlt napokban mondani, hogy három alapvető dolog kell most, kell hozzá ember, kell hozzá alkatrész, illetve vevői megrendelés. Ha három közül valamelyik elfogy, akkor nincs értelme tovább folytatni. Ezen dolgozunk ma, a mai napon még zavartalanul tudtuk a termelést üzemeltetni, én bízok benne, hogy ezt minél tovább fent tudjuk tartani. A legnagyobb hazai hitelintézetnél úgy vélik, a koronavírus gazdasági hatásait még nem lehet pontosan látni. Ugyanis a növekedésre gyakorolt hatás nagyban függ attól, hogy Magyarországon, a régióban, illetve ezen országok fontosabb kereskedelmi és turisztikai partnereinél milyen súlyos lesz a járvány lefolyása. Kedves nézőink, az esti mérlegben a koronavírus munkáltatókat és munkavállalókat, cégeket és vállalkozásokat, a turizmus és vendéglátást érintő hatásaival foglalkoztunk. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!